Sziasztok, kedves mérlegek, szeretettel köszöntelek titeket. Ha mérleg nappal holddal vagy épp asszendenssel rendelkeztek, akkor ebben a videóban a ti szeptemberi hónapotokat nézzük át, és már láthatjátok is a főbb energiákat, és meg kell mondanom, hogy elég irigy is vagyok rátok, mert amint látjátok, a messiás, a szeretők, az árva és a sors kártyája érkezett, tehát azért itt egy nagyon nagy fordulatot mutat nektek mindenféleképpen erre az időszakra. Ez a négy kártya. Ez a négy kártya egyébként csak a bevezető, majd tarot kártyával tovább olvassuk az üzeneteket, lesz párkapcsolati szerelmi vetés is benne, legvégül meg majd spirituális üzenetet is nézzünk. Már úgy értem, hogy a spirituális fejlődésetekhez is húzunk egy lapot. Szóval lesz itt sok minden. Naphold, aszcendens állást tudjátok nézni, ahogy mondtam. Ez azt jelenti, hogy nem csak ebben az egyben, hanem két vagy három videóban is érintve vagytok. Most is a leírásban és a kommentek között legfelül megtaláljátok a linkeket, a különböző jegyeknek a linkjeit. Mindig amelyik megjelenik, az már ott van, szóval egyből arról is tudtok tájékozódni, hogy melyik jelent már meg, mert nyilván valami, de 12 fel fog kerülni, de nem egyszerre. Szépen jönnek egymás után, a születésnaposokkal kezdünk mindig, tehát most a szűz jegye, és így megyünk szépen sorba. Érdemes tehát feliratkozni a csatornára. De akkor nézzük is! A messiás kártya, a szeretők kártya, ahogy mondtam, az árva gyermek és a sors. Hát a sors kártyával látjuk, hogy azért itt jön egy fordulat, jön egy változás, karmikusnak is lehet nevezni. Nyilvánvalóan a sors kártyája, akkor itt van az, hogy van egy törvényszerűsége a dolgoknak, tehát együtt tudtok dolgozni, működni ezekkel a változásokkal, ellene hatni nem tudtok, nyilván nem is akartok, hiszen látjuk itt, hogy ez egy pozitív fordulat, de azért jó, hogyha ez elhangzik, mert nem kell félnetek, nem tudjátok kivédeni, hogy ezek a pozitív fordulatok, hát nyilván nem tudatosan, szóval nem tudtok olyat tenni, hogy megakadályozhatnátok, akár véletlenül is, hogy ezek a jó dolgok megérkezzenek hozzátok, ezt akartam ezzel kapcsolatban mondani. Tehát van egy eleve elrendeltség. Mindenféleképpen meg fog történni. Azon dolgokban, helyzetekben, ahol úgy éreztétek az elmúlt időszakban, hogy nem értenek meg, nem fogadnak el. Van egy olyan végzetes fennállás, fennforgás, amin változtatni nem tudtok, de elfogadni sem tudjátok, mert rendkívüli módon hátrányos. Nos, akkor jó, hogyha tudjátok. Ezekben történnek változások. Nyilván ez egy általános videó, megélhetitek úgy, hogy ti magatok vagytok ebben a nehéz helyzetben. Aki viszont nem találta magát hasonló körülmények között, azzal úgy rezonálhat a kártya, hogy ilyen helyzetekben lehettek ti magatok az a sorsfordító erő, személy, energia, aki hathatósan segítséget, támogatást tud nyújtani, hogy megváltozzon ez az áldatlan állapot. Mert itt mind a messiás, mind a szeretők lapja egy olyan érzelmi töltést, egy olyan odaadást, egy olyan gondoskodó szintű energiát mutat, egy olyan magas szintű gondoskodó energiát, bocsánat, már-már küldetés tudat van itt. Amit az ember ha akarna se tudna így mellőzni. Tehát annyi tenni akarás van itt annak a részéről, aki a segítséget majd nyújtja és adja, és mindegy ilyen sorsszereplő, hogy közbelép az eseményeknek. Szóval akár te vagy, akár valaki más. Egy akkora érzelmi töltés van benne jelen. Olyan mély indítatása van, hogy semmi nem tudná megállítani. Nem is kell egyébként, ugye mutatja a sorskártyát, nem is fogják. Itt valahol egy ilyen karmikus tartozás is ez, vagy adósság, vagy segítség is ez. Itt életek láncolatát látjuk. Lehet, hogy ezt le is tudjátok követni egyébként a jelen életetekben, hogy mi vezetett eddig a pontig. Minek kellett együtt állnia, minek kellett összejönnie ahhoz, hogy ez a változás itt szeptemberben megtörténhessék.
Ugye az álma a gyerekkel egyfajta ilyen kirekesztettség, vagy nem találom a helyet, nem fogadnak el, nem fogadnak be, nem ott vagyok, ahol lennem kell, mások a körülmények, vagy én más vagyok, vagy valami nem stimmel, valami nem élik össze, tehát egy összeegyeztethetetlen erő és energia van jelen. Ebben jöhet most be változás. Akár új karakterek megjelenésével, akár ti nektek lesz lehetőségetek máshova mozdulni, de ez a hiányi érzet, ez így vagy úgy megszűnik. Akár még akkor is, hogyha valamifajta identitás válságban lennétek, mert mondjuk lehet, hogy eddig benne voltatok egy közökben, de rájöttetek, hogy ez nem igazán a tietek, akkor ezen fogtok tudni változtatni. Tehát az, ami nem illik bele most már a képbe, és nyilvánvalóan ez valamifajta bizonytalanság érzettel is eltöltött már titeket, na az így vagy úgy megváltozik. Megszűnik, vagy megváltozik. Ha hiányozta, mert azért itt szeretőklapi a messiás, picit azért óvatosan bánnék ezzel a dologgal, mert ahogy nemrég hallottam, nagyon szépen megfogalmazva, nem a szőke herceg érkezik, nagyon floppás megfogalmazása, nyilvánvalóan nem az érkezik. De arra tökéletes lesz, hogy ebből a helyzetből kimozdítson téged, ha szerelmi történetről is van szó, de azt majd úgyis külön nézzük, arra majd külön vetünk, meglátjuk, hogy ott majd ez visszaköszön-e. De nagyon nagy hatással lesz valaki, vagy valami az életetekre, vagy ti lehettek valakinek az életére nagyon nagy hatással. Jó, hogyha ezt tisztán látjátok, mert elönthet majd titeket is ez a rózsaszín energiait, tehát ez a csupa szív, csupa szeretet energia, és egyébként ez önmagában nem tévedés, nem illúzió, tehát ez a rózsaszín köd, ez tényleg jön, és tényleg segít rajtad, de azért nektek kell azért reálisan majd látni, hogy ez mennyi ideig tud az életetekben maradni, mennyi mindent tud végigkísérni, mert nyilvánvalóan nem megváltás lesz mindenre az életetekbe, de erre az érzésre. Erre az érzésre igen. Arra az aktuális problémára, hogy nem érzed, hogy valami odaillő lenne az életedbe, vagy te valahova nem illesz már oda. Itt értékrendek is átrendeződésre kerülhetnek, vagy kell, hogy kerüljenek. Mert itt valamivel valaki nem tud már azonosulni, vagy nem is tudott soha, és ez olyan szintű zavart okoz már, hogy a dolgok végsősoron eljutottak ehhez a fordulóponthoz. Igen, ez a nyomás, ez mérséklődni fog, de figyeljetek oda, hogy ne legyenek túlzott elvárásaitok majd. Nézzük a tarot kártyák üzenetét. Kardok ötös, kardok hetes. Nem véletlenül éreztem ezt, hogy figyeljetek oda, hogy mennyi az igaz, és mi igaz, vagy mi a valódi. Mert azért itt mutat olyan helyzeteket és szituációkat, olyan konfliktusokat, konfrontálódásokat, amikben létrejöhet egyfajta kompromisszum, megállapodás, egyetértés. De ez nem valódi. Mérleg jegy vagytok, tehát ti nektek mindig is fontos ez a diplomáciai érzék, ez a harmónia, de ez fontos, hogy ne látszólagos legyen. Tehát nem minden áron úgy mond, ha kell azon az áron is, hogy ez csak egy illúzió legyen. Mert a kardok ötösről tudjuk, hogy itt nem születhet jó megoldás és eredmény. Kivált kép nem születhet, hogyha az nem valódi. Tehát ha nincs egyetértés, akkor ne játsszuk el azt, hogy van.
Tehát ez nem megoldás. Figyeljetek oda, mert vagy ebbe a csapdába beleeshettek, és valaki itt úgy tünteti fel a dolgokat, mint hogyha elsimultak volna ellentétek, köztetek. Vagy ti vesztek hajlamosak tudatosan, vagy tudatalatt azt az impulzust küldeni, hogy dolgok egy jó irányba változtak, és meg lehet, hogy önmagatokat is becsapjátok. De remélhetőleg ez nem ugyanaz a történet lesz. Ez itt már egy másik sztori. Meg lehet, hogy ilyen gondolatok, vagy ilyen történések mentén bocsánat jutottatok ebbe a helyzetbe. De akkor nyilvánvalóan ez fog megoldódni, ha így rezonál veletek. De itt mutat nekem egy megoldhatatlan helyzetet, amit valaki úgy próbál meg, megoldani, hogy besöpör a szőnyeg alá, vagy megoldottnak mutatja, vagy beleegyezik annak ellenére, hogy még most sem, és akkor ő pontosan tudja, hogy valami nem fog megtörténni, amit viszont megígért, csak hogy legyen már béke, meg nyugalom, meg hagyják már őt békén. Nagyon fontos lesz az, hogy erre odafigyeljetek. Mert itt bizony a háttérben még továbbra is fennáll a nézeteltérés, az egyetlenértés. És hogyha építenétek erre, hogy hú, ez itt már oké, megoldódott, ezen túl vagyunk, mégiscsak nagy nehezen, de megszültük a harmóniát, meg a békességet, vagy az egyetértést, akkor bizony előbb vagy utóbb csalódás érhet titeket, vagy csalódás ért titeket. Lehet, hogy ez volt az az árulás, mert azért egy árulás van. És hát itt is valami fajta elhagyatás van, cserbenhagyás van. Jaj, mérlegek, hát nagy itt a kusszaság, nézzük tovább a kártyákat. Mit nem javasol ebben a helyzetben nektek a taró kártya? Érmék négyes, kelyhekötös és botokásza. Hát van itt sok fájdalom, félelem, aggodalom, biztonságra való, túlzott biztonságra való törekvés, görcsösség, egyik sem jó megoldás. Bármelyik mentén is jött vagy jönne létre ez a helyzet, ezt most tisztázni fogjátok, és tisztázni kell. Ez a tisztázó energia, meg lehet ez a sorsfordulat, ez a sors esemény, de akkor, ha ez így van, akkor semmiféleképpen se álljatok neki ellen. Tehát működjetek vele együtt. Eljött az ideje a nyíltságnak, az őszintességnek, az egyértelműségnek, hogy végre tisztába kerüljenek a dolgok, és ebben az olvasatban már lehet, hogy mégiscsak ugyanez a történet. Mert itt tisztázni kell a dolgokat. De ez megint azt mutatja, egy lehetőség. Megint, mint a sors nyújtja itt nektek a kezével ezt a lehetőséget. Ragadjátok meg. Itt a messiás, a szeretők lapja van. Tehát mondtam, itt ez egy valódi energia. Fölülhettek rá nyugodtan. Nem fogja minden dolgotokat, minden gondotokat megoldani. Nem fogja helyettetek az életetek nagy problémáit megoldani. De egy valós lehetőséget hoz. Oké? Ragadjátok meg, és ilyen dolgok, mint rosszul értelmezett hűség, vagy ne ragadjatok bele problémákba. Mert nekem sajnos ez a két lap azt mutatja, hogy ez az árva gyermek, mondjuk, hogyha ez ő itt egy árva gyermek, ez szegényként olyan jó szívű, egyrészről, hogy nagyon szeretne még segíteni. Nehezen jöttök ki ebből a fészekből.
mert van valami érzelmi kötődésetek oda egyrészt, meg van valami félelem is, mert valószínűleg régóta vagytok itt, vagy csak ezt a helyzetet ismeritek, nehezen volt, féltek ebből kimozdulni, és ez még vegyül azzal is, hogy nem csak hogy féltek ebből kimozdulni, hanem valamit szeretnétek segíteni, még ti akartok segíteni másoknak. Pedig abszolút ti vagytok azok, akiket innen jó, hogyha kiemelnek. Engedjétek, hogy kiemeljen az élet titeket, a sors, a lehetőség, az, aki érkezik. Ha pedig ti vagytok itt, akik segítenek másoknak, akkor megint ezekre a körülményekre figyelmesnek kell lennetek, és számításba kell vennetek, hogy sok itt a nem tisztázott dolog. Sok minden van itt, ami nem az, aminek látszik. Sok fájdalom és félelem van, ami ezt a helyzetet köti. Tehát rendkívüli odafigyelést, megértést, akkor nem véletlen van itt a messiás kártya. Tehát olyan szintű odafigyelést, önfeláldozást igényel ez a helyzet, ami nem mindennapi. Nagyon körül tekintőnek kell lenni. Itt valaki nagyon kiszolgáltatott helyzetben van. Jelenleg nem feltétlenül tud magán segíteni. Szüksége van másokra, oké, ez eddig nyilvánvaló, de több mindenben is szüksége van másokra. És itt látjuk, hogy miben. Fél elhagyni ezt a fészket, fél attól, hogy nem a újabb kihívást jelent, olyan kihívásokat, amik fájdalmasok. Valamit nem kész elhagyni. Nem vagytok kész elhagyni, hogy ti vagytok itt. A kehely, három kehelyt nézitek, van egy nagyon nagy veszteség. És ezt a veszteséget még nem dolgoztátok föl lelkileg, nem vagytok feltétlenül készek ezen változtatni. Vagy voltatok eddig, remélem, mert most van itt a kiugrási lehetőség. És talán ezért is mutatják, hogy éljetek vele, hogy valamit tegyetek. Valahol találjátok meg azt az erőt, vagy hallgassatok azokra az emberekre, akik körülöttetek vannak, hogyha ti vagytok ők. Hogy éljetek ezzel a lehetőséggel, ne maradjatok benne, mert ez látszólagos, annak a biztonsága vagy a nyugalma. Tehát pici dolog van, pici biztonságot ad, de ez túl pici ahhoz, hogy elég legyen nektek hosszú időn keresztül. Tehát ez nem lehet kielégítve, ezzel nem alkothattok meg ezzel. Nem hitegethetitek magatokat tovább, hogy jó ez így, vagy elég ez így. Mit dob nektek ez a sors? Nézzük meg. Mi ez a lehetőség? Mi ez a sors lehetőség a mérlegeknek? Mi ez a botok ásza, ami nagy fordulatot tudna hozni az életükbe, de mégis félnek valahol meglépni ezt. Hiába ez a nagyon nagy támogató energia, ami itt van körülöttük. Hiába ez a szép lehetőség, bennük mégis van egy nagyon nagy félelem. Visszatartja őket valami. Mit lehet erről tudni? Mi tartja vissza a mérlegeket? Hát a kacér vagy flörtölő szívet kaptátok, ahol itt a problémája az ennek a bizonyos valakinek, hogy ő úgy érzi, hogy sokkal másabbként működik, mint amit az emberek el tudnak fogadni. Itt egy picit fölvette ez az illető a maszkot. És hát lehet, hogy ez tényleg romantikus üzenet sokatoknak, párkapcsolati szinten, mert most nagyon ezen a területen mozgunk. Jöhet egy olyan kapcsolódás az életetekbe,
aki előtt nyugodtan megmutathatjátok az igazi önvalótokat. Nem kell félnetek, hogy mit szól hozzá, nem kell félnetek attól, hogy megítél, hogy különcnek, furcsának tart titeket, hogy megbotránkozna, vagy ledérnek tartana, vagy sok minden, bármely más degradáló kifejezést ide mondhatnánk. Nem, ez lényeg, nem kell félnetek ettől. Nem, mint hogyha ennek létjogosultsága lenne a ti esetetekben, mert nem feltétlenül így van, de te így élitek meg, hogy van valami veletek kapcsolatban, amivel azt tapasztaltátok meg eddig, hogy az eddigi párkapcsolataitok nem fogadták el ezt. Oké? Nem passzoltatok, nem illettetek össze valami miatt. És ezért ez már eléggé szétrombolta az önértékelésedet, elkezdhetted másként mutatni magadat, lehet, hogy ez a legjobb értelemben volt így veletek, mármint, hogy nem hazudni akartatok másoknak, csak egyszerűen olyanok akartatok lenni, akiket lehet szeretni. De itt a gond az, hogy persze, hogy eleve olyanok vagytok, akiket lehet szeretni. Tehát nem az a megoldás, hogy átlagossá váltok, és akkor majd az átlagos emberek tudnak titeket szeretni. Lehettek nyugodtan különcek, mások, extrémek. Ebben az időszakban megtalálhatjátok azt, aki tökéletesen illik hozzátok, akit rendkívüli mértékben vonz az, amilyen valójában vagytok. Az az énetek, amit mások vagy nem fogadtak el, vagy nem fogadnak el, vagy attól félsz, hogy nem fogadnak el, ezért meg sem mered mutatni. Kijöhettek nyugodtan a csigaházatokból, úgymond megtalálja a zsák a foltját. Ez egy karmikus kapcsolat, azért is jön, érkezik ő az életedbe, hogy gyógyítsa ezeket a sebeket benned. Hogy mennyi ideig marad, az egy más kérdés, nem kell ezzel foglalkoznotok. Az a lényeg most, hogy ezt megéljétek, az a lényeg, hogy kijöjjetek a csigaházatokból, hogy levegyétek az állarcot, és rájöjjetek, megtapasztaljátok azt, hogy lehettek önmagatok, megmutathatjátok a valódi éneteket, vágyaitokat, álmaitokat, minden extrémitással együtt, ha van. Mert pont ezt szereti bennetek a másik. Pont ezt találja izgalmasnak. Pont ezt fogja őt csábítani. Visszaadhatja a hiteteket önmagatokban, illetve abban a tényben, bocsánat, tehát nyilván nem önmagatokban, mert az soha nem is kellett volna tényszerűen, hogy meginogjon, hanem visszaadhatja abban a hitet, a hiteteket, hogy megélhetitek még azt a szintű párkapcsolatot, ahol lehettek önmagatok. Mert lehet, hogy azt gondoltátok, hogy már soha nem is vállalhatjátok fel önmagatokat, mert vagy van párotok, de akkor nem lehettek önmagatok, vagy önmagatok vagytok, de akkor nincs pár. Szóval ez volt ez a visszás átmeneti állapot, ahol nem találtátok meg a helyeteket. Ez volt az oka a másságotoknak, a magányotoknak, az elhagyatottságotoknak. Hát ez az orvos, és egy picit elment a szokásos medeltől, mert az előző, és egyébként is itt valami újítást szerettem volna a havi olvasásokkal, de itt már az első pillanattól kezdve egy szerelmi üzenetet kaptok. Menjünk tovább akkor ezen a vonalon. Mit lehet még tudni erről a találkozásról, erről a kapcsolódásról? Hát kapcsolatokon belül is előfordulhat, vagy lehull az állarc, és akkor majd meglátjátok, hogy mit szól a másik. Egy sorsfordulat érkezik, lehet, hogy megy az, aki eddig volt, de akkor érkezik az, aki. Ez kell ahhoz, hogy érkezzen az, aki előtt már nem kell viselni ezt az állarcot. Nézzük mi.
Azt hiszem, hogy azt fogjuk csinálni, hogy ezt mondod, egy szingli olvasás, vagy azoknak, akik ennyire magányosnak érzik magukat, mert ez nyilvánvalóan párkapcsolaton belül is megélhető lesz, megélhető, de vegyük ezt egy szingli olvasást, és mindenféleképpen csinálunk még egy párkapcsolatban lévőknek egyet. Úgy látszik, kedves mérlegek, hogy ez lesz most az életetek középpontja. Természetesen a spirituális kártyát a végén kihúzzuk, de azt hiszem, hogy most ilyen még rendhagyóbban, mint például az előttetek lévő szűzjegy, megyünk tovább. Mert ez még rendhagyóbb lett, mint ahogy szántam. De hát pont erről beszélünk, hogy lehettek rendhagyóbbak. Lehettek mások, és ez a más, ez a ti esetekben az önazonosság. Lehettek önazonosság. Elfogadnak titek, megtapasztaljátok, megélitek végre, az elfogadás ott, ahol eddig elutasítottság volt, ez okán volt ez a kis maszk esetleg néhányatoknál. Ó, hát ugyanaz a kártya érkezett, mint a szűznél, ez azért furcsa, hogy ide már bekevertem őket, és akkor meg is jelentetek. Meg is jelent ugyanaz a kártya. Tisztázás, igazság, tisztelet, védelem. Nálatok elsősorban azt érzem, hogy önmagatokkal tisztázhatjátok azt, hogy kik is vagytok. És ez, ami már elhangzott, hogy igen, szerethető vagyok, igen, elfogadható vagyok, igen, megtalálhatja a zsák a foltját. Igen, nincs bennem semmi furcsa, semmi rendkívüli. De igen, itt van az elhatározások is, tehát el kell határoznotok ezt, hogy igen, én ezt akarom, igen, fölvállalom önmagamat. Igen, lemerem tenni az állarcot. Igen, merek ezzel hozzájárulni a sorsom átalakulásához, mert persze itt érkezik valaki, és ez megállíthatatlan, mert sorszerű karmikus, de annál könnyebben bontakozik ki, minél inkább megadjátok, úgymond ti is magatokat ennek a lehetőségnek. És most értelem, itt van azoknak is az energiája, akik esetleg nem is tudták mondjuk azt, hogy mire vágynak. De jön egy nagyon más, egy nagyon újszerű kapcsolat, és abban megtaláljátok, úgymond, vagy felfedezitek úgymond önmagatoknak ezt a részét, hogy mi az, ami tényleg megadja nektek azt az érzést, amit lehet, hogy nem is hiányzott, mert nem is tudtátok, hogy megélhető és megtapasztalható. Tehát egy nagyon erőteljesen magával ragadó, tényleg sorszerű, karmikus, párkapcsolati szerelmi megtapasztalás. És lehet, hogy az egész életeteket fölforgatja, átalakítja, de hogy az önmagatokról alkotott képet, véleményt, pozitív értelemben saját magatokról, azt biztosan. Ezért is lenne kár, hogyha nagy veszteség, hogy ezt mégis valahogy megoldanátok, hogy kihagyjátok. Nyilván kihagyhatatlan, mert sorszerű karmikus, de eltolni el lehet. Passzolni lehet, hogy majd később. De nyilvánvalóan attól a karmikus feladat megvan, és majd valamikor, akkor ezt tenni kell. Tehát ilyen értelemben áll az továbbra is, hogy nem tudjátok megakadályozni, akár szeretnétek, akár nem. Ellapolni ellet. Mit lehet még tudni erről a valakiről? Egy kos energia van itt. Marsikus energia van itt. És a hetes ház, a párkapcsolatok háza van itt. Ellenállhatatlan vonzalom. Nem tudtok egymásnak nemet mondani, itt én akarom megélni, ez a találkozás, ennek létre kell jönnie. A hetes ház is, ugye az aszcendensen szemben álló ház, megint a két mágnesnek ez a mérleg energiája, ez a ti házatok. Akarom ezt a párkapcsolatot, akarom ezt az élményt, akarom ezt a szerelmet, akarom, hogy magammal ragadjon, és fog is. Tehát kós, mars, ki tudna ennek nemet mondani, megint ezt látom.
Tehát akár tényleg kós lesz, és hogyha és férfi karakterről beszélünk, akkor természetesen megjelenhetnek benne ezek a nagyon erős maszkulin jelek, tehát ez a férfias fellépés, ez a határozottság, ez a ellentmondást nem tűrő energia, ez ott lehet, de nem feltétlenül kell, hogy a személyiségen legyen. Pont az a személyiség, akivel ilyen végzetesen és magnetikusan bonzáltok egymást, nem is tudom, hogy szokták ezt mondani. Egy ellenállhatatlan vonzalom, vonzerő. Fontos lehet a hetedikei napok, úgyis, mint mondjuk szeptember 7-e egyébként, de úgyis, mint bármely ciklusnak a 7. napja, például, mit tudom én, szakítottál párodra, rá 7 napra már ott volt, és érthetetlen módon azonnal magával ragadott. Ez is lehetséges. Persze lehet, hogy 7 hete szakítottál valakivel, és akkor érkezik. Mint 7. ház lehet olyan területek, ahol megismerkedtek, amik nyilvánosak, nyilvános rendezvények, vagy akár az utcán találkoztok, ahol nagyon sok ember van jelen, nagyon sok ember láthatja és lehet tanulja annak, hogy megismerkedtek. Természetesen lehet bármilyen előadás, fesztiválok, színpadok, tárgyalóterem, tárgyalás, hivatalos helyek. Na de nézzük az üzenetet a párkapcsolatban lévőknek, hogy akkor most nekik is szóljon valami, ha már ennyire a mérlegeknek a szerelemről szól ez az időszak, hát nektek is indul valami új a mágus energiájával, ti nektek is vannak terveitek, elképzeléseitek, vagy nektek, vagy a párotoknak, amihez úgy tűnik, hogy minden adott lesz szeptember, vagy ezt meg is valósítsátok, legalábbis, hogy belekezdjetek, nem csak elméleti síkon történjen a dolog, hanem végre az gyakorlatiként is elkezdhessen megnyilvánulni nálatok. Nézzünk egy kicsit hanyoványosabb felállást ebben a tervben. Neked mi a szereped, vagy mi a hozzáállásod? Csattog ez a kártya, elnézést kérek érte, de hát ez van. Hát itt vagytok a halál energiájával. Nézzük a másikat. A másik pedig itt van a bolondok kártyájával, hát 3 nagy árkánum. Majd nézzünk, hozunk egy negyediket, és ez a javaslat kártya lesz, de először nézzük ezt a 3-at. Na! Hát igazándiból mind a ketten benne vagytok. Igaz, lehet, hogy te elsősorban azért örülsz mindennek, vagy ha te voltál itt a szülő, atya, anyja ennek a változásnak, ennek az új energiának, akkor te nyilván azért örülsz ennek, mert végre-végre valaminek vége, és végre valami változik, végre valami új, végre valamit sikerül túl lendülni, valamit megoldani, olyan módon magatok mögött hagyni, amit azért nem is szeretnétek, vagy be nem is szeretnétek, hogyha még egyszer át kéne élni, vagy még egyszer visszakerülnétek oda, vagy keresztül mennétek el. Szóval nagyon örültök annak, hogy ti annak örültök, hogy végre valami változik, még a másik pedig, hát a másik pedig egyszerűen nyitott. Nyitott erre az egész történetre. Nem igazán gondol bele, nem igazán gondol előre, ilyen lesz, ami lesz alapon, biztos, hogy jó lesz, biztos minden rendben lesz. Ha te tartod kezedbe a dolgok irányítását, akkor vagy úgy sincs beleszólása, vagy megbízik benned, és akkor halihó. Nem feltétlenül... érez nagy lelkesedést a dolgok iránt, de ellenvetése sincs. Tehát ez a bolond, nekem mindegy, de igazándiból nem bánja. Tehát nem az a lemondó van, hogy jó, hát hogyha más nincs, akkor legyen ez, vagy legyen így. Egyszerűen úgy van, és azt mondja, hogy jó, akkor legyen. Nem, tehát valahol pont ez a, tehát nem lehet megfogalmazni, lehet, hogy pont ezért, mert nincs is sok véleménye róla. Miért ne? Talán ez még egy olyan vélemény, amit úgy hallhattatok.
a szájából, hogyha mondana véleményt, vagy ha mond véleményt, hogy miért ne, neki ez is jó. Nyitott, úgy érzi, hogy ez egy lehetőség, van bizodalma, de inkább bennetek. És nincs nagyon elképzelése. De saját elképzelése nincs is, hogy ez hogy történhetne, vagy miként, miért, és a többi, és a többi. Így azért abba tud bízni, amit te gondoltál, vagy ahogy szerint a dolgok állnak, vagy lesznek, vagy kell, hogy legyenek. Lehet, hogy ti kezdtek egyébként bele valami másba, valami változik bennetek, valami megváltozott veletek kapcsolatban. Most akár a külsőtökkel, akár a munkátokkal, akár a gondolkodásotokkal, akár az érzelmeitek. Valami változott nálatok, bennetek, veletek, körülöttetek, de ő nyitott. Azt mondja, hogy oké, okay, akkor menjünk arra, merre te most mutatod. De értitek, létrejött benned, eljött benned egy változás, ez sok mindenre kihat, sok egyéb változást vonz majd maga után, vagy von majd maga után, és a páratok azt mondja, hogy oké, okay, legyen. Asszisztálok hozzá. Fontos neked, akkor legyen. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas időszak. Hát most ezek a bordák itt, ezek a lecsupaszított bordák nagyon vonják, fonzák a figyelmemet. Meg lehet, hogy néhányon tényleg keményebb dolgokon vagytok túl, vagy lesztek túl. És ilyenkor azért az ember nagyobb elhatározással szokott nagyobb döntéseket hozni maga körül, az életével kapcsolatban. Van itt egy ilyen, hát, ellentmondás nem tűrő energia is, de ezt jó értelemben vegyétek, és persze, hogy akkor a másik azt mondja, hogy hogyne, hát miért is mondani, hogy is mernék nemet mondani, vagy hogy is mernék más vélemény ellen, vagy más állásban. Nem, fel sem merül benne, na. Oké, mit tanácsol nektek a tarotkártya? Mindenféleképpen ez egy jelentősebb dolog, nagy árkánumokról van szó. És még egy nagy árkánum, a császárnő, az uralkodónő lapja. Csináljátok végig. Teremtsétek meg, amit kitaláltatok. Belekezdtetek, végig is fogjátok csinálni. Csináljátok is végig. Tökéletes elképzelés, nagyon jó meglátásokkal, ezt simán csont nélkül behozzátok. Vegyétek kezetekbe nyugodtan az irányítást, kivált kép, hogyha másik egy picit tényleg felelőtlenül áll, vagy olyan gondtalanul áll, nem érzi át a dolgok súlyát, fajsúlyát, nem baj. Nem baj, mert nagyon jó hatással lesz. Rátok is, a kapcsolatotokra is, mindenféleképpen ez egy nagyon jó meglátás. Kell ez az újító energia. Kell itt, hogy egy új dolog belépjen az életetekben. Nagyon itt van az ideje. Bármi is, amit úgy eltemettetek idézőjelben magatokba, vagy magatok körül, magatokkal kapcsolatban, magatok mögött tudtatok, amit végre letudtatok. Nem csak az számít, hogy ezt letudtátok. Kell, hogy valami új lépjen az életetekbe. Új közös tervek, új jövőkép, bármi. Nagyon nagy szükség volt rá. Úgyhogy pont ugyanaz a lelkesedéssel, odaadással, amit érzel az elképzelésed iránt, azzal tedd is meg, lépd is meg, mutasd is ezt ki. Ne legyen kérdéses vagy kétséges a dolog senki számára. Nyitott a másik, tehát fogja fogadni ezt az elképzelésedet nagyon jól. És látsz, tényleg nem látja hát mindent, de együtt fog működni. Kell ez az átalakulás, kell ez az aktivitás, amit most te viszel be ebbe a kapcsolatba. Ad hozzá ez a kapcsolatotokhoz. Kérdezném az orákulum kártyát, ha megtalálnám, hogy hova tettem, de végső soron csak sikerül megtalálnom.
megismerést, felismeréseket. Valami teljesen új perspektívába kerül majd. Azt mondja egyébként a kártya, hogy szálljatok majd több időt erre a dologra, nem szabad elhamarkodni, illetve valószínűleg azt is mutatja, hogy azért nem feltétlenül ez lesz az elsődleges dolog, amiről ő beszél, amit legelőször észrevettek, tehát azért itt le kell, hogy csengjenek bizonyos dolgok, amikor majd nagyon sok mindent megláthattok, amit addig nem. Valószínűleg olyan hatásai lesznek ennek a dolognak, amiről most még fogalmatok sincs. Sokkal több minden vonzata lesz, mint amiért elkezdted. Van egy elképzelésed, konkrét, nagyon erőteljesen látjuk, pluszban lesznek ezek a hatások még érezhetőek emellett. Magasabb szintre léphettek, sokkal jobban oda fogtok figyelni egymásra. Lesz egy olyan vonzata, hogy összekovácsolt titeket. Több mindenen segít, tehát, mint ahogy gondoltad volna. Amikor még kitervelted, amikor még belekezdtél, vagy amikor megvalósítottad. Úgyhogy tényleg ez valami hosszabb távú folyamat. Egy ilyen felfutó energia. De idővel ez természetesen egyértelmű lesz majd. Idővel lesz majd egyértelmű. Ez nem azt jelenti, hogy amikor megvalósítod, eléred az eredeti célodat, nem örülnél, mert természetesen ez már csak olyan habatortán egyébként. Nézzük, hogy mi a spirituális üzenet a mérlegek számára. Hát, itt is egy új korszak. Minden az új dolgokról szól. Álmodj egy új világot, mondja egy kártya. Mondja ez a kártya, bocsánat, így pluszba. Mindegy, hogy úgy érzed, hogy fel vagy készülve arra, hogy új dolgok érkezzenek az életedbe, akár úgy, hogy nem. Itt az ideje, mindenféleképpen meg fogod tapasztalni ezeket a változásokat, de ez azt is jelenti, hogy nem kell, igazándiból nem kell félned, nem kellene félned. Ha itt valamiféle negatív érzéseket válthat ez ki belőled, akkor az egyébként ez lesz, hogy kicsit bizonytalannak érezheted magad, mert grandiózusnak, nagynak gondolod ezt a változást. Emiatt lehet félelmetes, mert nagy kihívás. Nem látod magad az átalakulás után, vagy nem látod magad ebben az egész dologban, ebben az új életben. Ami kitárulkozik előtted, tehát merőben új, nem ismered, és ez a nem tudás, vagy ez az ismereteknek a hiánya az csak és kizárólag, ami ezeket a visszás érzéseket kelti benned. Arra biztat a kártya, hogy ne tartson ez vissza téged semmiféleképpen. Menj bele, vágj bele, kezdj bele. Mert a félelem most már tudjuk, hogy azért van, mert nem ismered még ezt a kibontakozó új életet, illetve saját magadat benne, nem látod magadat benne, de másrészt meg épp azért is érzed a hívást. És a hívással azért jön együtt ez a másfajta érzés, ez az aggodalom, mert tudod, hogy sorsfordít, hogy jelentős, hogy egy nagyon nagy váltás. Bátorságot javasol nektek a kártya, hogy legyetek bátrak, és kezdjetek bele, vágjatok bele. A kétségeitek ellenére, annak ellenére is, hogy nem látjátok, hogy hova vezet, nem látjátok lehet még a következő lépésre. Ez egy izgalmas út lesz,
és elengedhetetlen a ti számotokra, továbbhaladásotok a fejlődésetek számára. Igen, félhetek attól is, hogy néhány dolog változik, mármint, hogy olyan dolgok is változnak, amiket nem szeretnétek, hogy megváltozzanak. Legyen itt szó akár emberi kapcsolatokról, vagy más tényezőkről. Igen, nagy volumenű váltás az azt jelenti, hogy sok mindenre hat, sok mindenre kihat, sok mindent megmozgat, sok mindent bizonytalanná válhat ennek hatására, nem csak maga ez az alapvető bizonytalanság, hanem továbbiakat is generálhat, de csak, ahogy ezt lenni szokott, csak olyan dolog láthatja ennek a kárát, ami nem tud veled együtt haladni és fejlődni. Ergo, ami nem tud veled haladni és fejlődni, arról tudjuk, hogy nem szolgál téged, vagyis csak azok a dolgok, emberek, helyzetek, szituációk morzsolódhatnak le, akikkel már nem tudtok, vagy amivel már nem tudtok egymásnak mit adni. Vagy ahol már nincs helyed, olyan helyzetek szűnhetnek meg, illetve olyan emberi kapcsolatok, akikkel már nem tudtok mit adni egymásnak. Úgyhogy hallgassatok a megérzéseitekre, ez nagyon szép intuíció. Tehát nagyon szép dolgok születhetnek abból, ha követitek. Engedjétek megszületni a saját életetekben ezt az új korszakot, ezt az új időszakot. Engedjétek átalakulni körülöttetek a dolgokat. Hát kedves mérlegek, ennyi volt a ti üzenetetek szeptember. Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok, megnéztétek, meghallgattátok. Remélem tetszett, remélem, hogy tudott segíteni. Ha így van, akkor kérlek, ne felejtsétek el lájkolni, és ne felejtsétek el feliratkozni a csatornára, ha hasonló tartalmak érdekelnek. Hát kivált kép az a másik egy vagy két jegy, amiben még érdekeltek lettek. Remélem, hogy találkozunk is bennük. Sziasztok!